Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindnyájukat, meg vagyok illetődve, amire személyes és objektív okom is van. A belvárosban lakunk, a Lenkát járóban időtlen idők óta, és a Szent György templom kvázi falszomszédunk, hiszen egy épület van köztünk, arról nem is beszélve, hogy valamikor 1620-ban ott volt az esküvőnk is, és nagyon régen, úgyhogy a Szent György templomot, mintha hazamennénk, úgy látogatjuk, és 1991-ben a szokásos rutinnal bementünk egy misére a feleségemmel, és egy új arcot láttunk. Nem csak az arc volt új, hanem az egész mise, az egész szertartás, az egész hangvétel. Olyan szavakat hallottam, ami azt hittem, hogy ilyet a templomban ki se szabad mondani. Ezt az atyát akkor 60 alatt volt még, úgy hívták és hívják, hogy Bindes Ferenc. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Bindes Ferenc atyát. Neked adom. Köszönöm. Nagyon szeretnek téged, Ferenc atya. Majdnem azt mondtam, hogy viselkedjünk, hát mindjárt inkább. Új dolog, ez a templomban is tapsolnak, ez régen is szokás volt? Hát régen nem. A taps úgy kezdődött, hogy olyan énekeket énekeltünk, amihez megmozdul az ember keze. Szóval vannak, amiket nem lehet így énekelni, hanem hát elkezdtek mozogni. Aztán később már, mikor hirdetjük, hogy ezen a héten megint a mi bandánkból született két új pici, hát akkor mindig megtapsoljuk őket. Ferenc atya, mi nem titok, beszélgettünk ezt megelőzően hosszabban, mint amilyen ez a ma esti beszélgetés lesz. És amikor helyen elhelyezkedtünk, hogy ki hova üljön a kis szobádban, akkor te egy fotelban ültél, és azt mondja, ez egy nagyon érdekes fotel. Mesélj nekem erről. Jászai Mari fotelja, a művésznőnek, a színésznek a fotelja úgy került hozzám, hogy Rába Tamásiban voltam először plébános, és ott a Jászai családnak van egy ősi hajléka, meg egy kertje. Egy évben egyszer össze is jön az egész Jászai familia, 200-nál többen van, de az oroszok annyian vannak. Rengetegen. És Laci bácsi, a mostani színésznek, a Jászai Lászlónak az édesapja, az iskolaigazgató volt, jóba voltunk, és a Laci bácsi szerette a bort. És nem volt mindig pénze, és megneszelte, hogy misebor van a plébánián. És néha estenként eljött, aztán hozta egymás után a Jászai családnak a erekjét. Van például egy ilyen fa, tokos, kis összerakható valami, ami minden oldalon a Szent Földnek egy-egy virága van lestilizálva, és élő, már úgy, hogy igazi, eredeti. Ez is a Jászai Mari néni, őt így mondták csak Mari néni. Tehát az művésznője volt, úgy jutott hozzá, hogy mikor már idős lett és elég beteges, mondták neki, hogy jó lenne meggyógyulni. Mari néni, ő nem. Tehát valahonnan meglátta a Prohászka püspök úrnak a fényképét. Csodaszép ember a Prohászka püspök úr. Megnézte Mari néni, ennél a papnál meggyógyulok. És szóltak a püspök úrnak, hogy hát a művésznő hát esetleg meggyógyulna nála. És a püspök úr elment, és ajándékba vitte ezt, hogy honnan kapta, gondolom, talán éppen a Szentföldről hozta, és elvitte a Mari néninek. Mari néni szépen meggyógyult, meg is hót, és a kis tok ott maradt a családi erekék között. Laci bácsi megkaparintotta, 5 liter boromba került, de megérte. Egyik este, már jó késő este, megint jött a Laci bácsi, és hozta ezt a fotelt. Fején. Így jutott hozzám, az nem tudom hány liter boromba került, de olyan erekjeként ülöm, vagy becsülöm, eléggé vihar vert már, de hát abban csináltuk a riportot. Így van. Ferenc atya, mesélj egy kicsit a családodról, szüleidről. Hegykői vagyok,
szüleim hát egyszerű parasztemberek voltak, öten voltunk testvérek, ebből hárman még élünk, a kisebbik húgom itt van Sopronban, mellettünk a másik két testvérem Helykőn, az öcsém sajnos éppen egy éve halt meg, aztán hát a Helykői családi ház megvan még. Én eredetileg nem papnak készültem. Nagyon imponált a nagybátyám, édesapámnak az öccse, ők 9-en voltak testvérek. Édesapám volt a legidősebb, a Pali bátyám, a pap, aki később pap lett, ő meg legfiatalabb, úgyhogy óriási időbeli különbség volt köztük. Nekem a Pali bátyám borzasztóan imponált. Jó kiállású, szép, zengő hangú pap volt, nagyon tetszett. Kisebb koromban úgy mocorgott bennem, hogy szívesen lennék pap. Aztán gimibe kerültem, először ide a bencésekhez, aztán amikor ugye államosították az iskolát, akkor kerültem a Berzsenyibe. A Berzsenyiben 4-en voltunk olyanok, akik papnak készültünk eredetileg. És aztán ez világrekord egyébként a Berzsenyi. Ez fantasztikus, hogy abból az osztályból egy évben négy papot szenteltek egy evangélikus iskolába, ami akkor még evangélikus se volt, mert még állami iskola volt. Szóval így kerültem a Berzsenyibe, és eredetileg a színművészetire jelentkeztem dramaturgnak. Akkor ez még nem volt a nagy vasszizdasz, hogy valaki színművészetire megy, és föl is vettek. Zsebemben volt már a fölvételi. Aztán még a jogra is jelentkeztem, mert esetleg újságíró is szerettem volna lenni. Mind a két helyre fölvettek, és akkor volt nyáron, az idősebbek emlékeznek rá, ilyen önkéntes kötelező nyári munka a diákoknak. Nem sok haszna lehetett, mert csak elhülyéskedtük. Én Sztalinvárosba kerültem, úgyhogy én ott építettem a szocializmust. Ilyen vékony árkokat ástunk, de jó mélyeket. Most a Sztalinvárosiak, de Dunaújvárosiak ezeken a csöveken, amik nem vannak a mélyben, azokon kapják, nem tudom, vizet, vagy gázt, vagy mit. Ezeket az árkokat csináltuk. És ott dőlt el bennem, és merült föl bennem az, hogy mégis elmennék papnak. Az történt, hogy egy baleset. Ugye előtte 52-ben volt Helsinkiben az olimpia, és a Csermák, vagy valaki megnyerte a kalapácsvetést. Mindenki kalapácsot vetett, röpködtek a csákányok, mint a legyek. Alig tudtuk a fejünket elkapni a csákányok elől. Dél volt, meleg volt, lementem, volt egy óra szünet. Lementem az egyik ilyen kis kiárkolt mélységbe, és ott elfeküdtem. Jó, hűvös volt. Mi ducoltuk ki, el lehet képzelni, milyen szakszerű volt a kiducolás. És ott szunyókál, egy nagy csattanás. Valamelyik röpködő csákány pont kiütötte azt a kis gerendát, ami tartotta az egész két falat. Csattanást hallottam, amire fölriadok, látom, hogy dől be a földrám. Jellemző, ugye? Én azért templomba jártam, és tudtam, hogy halálveszélyben mit kell, hova kell gondolnom, hogy Uram Istenem, hát pillanatokon belül meghalhatok, hát legalább a bűnbánatot, valamit indítsak. Tudod, mi jutott eszembe? Az, hogy aznap délután a győri meg a soproni tábor rész között futballmeccs volt szervezve, és én voltam a soproninál jobb széső. Az jutott eszembe a halál veszély pillanatában, hogy fogok én máma délután futballozni. Jellemző. De hát úgy úsztam meg, hogy úgy dőlt be a föld, hogy eddig majdnem egészen a nyakamig betemetett, a fejem kín volt, de a kezem is le volt szorítva. És nem tudtam kiabálni, mert annyira nyomta a mellkasomat a föld, nyöszörögtem ott. Az volt a szerencsém, hogy gondolom az, aki eldobta a csákányát, gyűjt utána. És ahogy kereste a csákányát, hallott, hogy itt valaki nyöszörög. És így kezdett kiabálni, hogy bontsátok már ki ezt a szerencsétlent, és így húztam meg. Na, ez az éjszaka nekem sorsfordító volt. Ott elgondolkodtam, hogy ilyen könnyen meg lehetne halni. És ez így megy csak, hogy... És én ilyen hülye vagyok, hogy egy ilyen pillanatban képes lettem volna ezen töprengeni, hogy hogyan fogok pánba focizni. Ott döntöttem el, visszafelé jövet, leszálltam a külön vonat, hozott vitt bennünket, Győrőt leszálltam a külön vonatról, bementem a püspökségre. Szerencsére a pap Kálmán püspök úr
a nagybátyámat jól ismerte, ugye akkor ő már fiatal pap volt, és hát így a nevem címén beengedtek, mert egyébként azt mondta ott a portán egy pap bácsi, hogy ne is próbálkozzak, már 13-at fölvett a püspök úr, nincs helye szeminár, annyi volt a kispap, mint annyi. Nem igaz. És hát ne is próbálkozzak. Én azért bemegyek akkor is. Hát bevittek a püspök úrhoz, és elmondtam neki, meg is mutattam a két fölvételi papírt, hogy nehogy azt higgye, hogy azért igen, megyek kispapnak, mert máshova nem vettek fel. Úgyhogy megnézte, jó megvárakoztatott augusztus közepére, aztán értesített, hogy mehetek. Ferenc atya, engedj meg egy személyes kérdést. Amikor, ha színész lettél volna, akkor nyilván lettek volna olyan vágyaid, hogy eljátszál olyan szerepet, te legyél Otelló, vagy Hamlet. Egy mérnökember főmérnök akar lenni, vagy a csuda tudja mi. Kapitány akar lenni, a matróz. Amikor valakit fölszentelnek téged éppen 50 évvel ezelőtt, én úgy gondolom, hogy nyilván vannak ambíciói, püspök legyek. Talán az nem, hogy pápa, de az, hogy püspök, az mindenképpen. Tehát az benne van a tarisznyában. A pakliba benne van, de sose volt, ezt most egészen komolyan merem mondani, sose volt ilyen ambícióm. Talán a jó Isten védett meg, meg a normális eszem. Én tudom, hogy nem vagyok egy menő manó. Úgyhogy soha nem gondoltam erre. Egyszer csináltak egy hülye viccet, velem ezt még elmesélhetem talán. Győrött voltam, a kispapokat tanítottam, és a pataki püspök úr, nagy békeharcos, meg ilyen volt, és az a hír járt, hogy a pataki püspök úr belátta, 89-ről van szó, meg 1990, belátta és lemond a püspökségről. És hogy ki lesz az új püspök, az új győri püspök, és akkor a győri bokrosok, ez egy ilyen ifjúsági, lelkiségi brigád volt, csináltak egy rossz viccet, írtak egy cikket, hogy megvan az új győri püspök. És megjelent a valami győri újságban, a helyi újságban, megjelent a cikk. Én a cikket nem olvastam. Másnap a püspök úr jött át a szemináriumba, mert éppen beöltöztette a kispapokat. Ahogy belép, fogadjuk ott a bejáratnál, üdvözlöm az utódomat. Néztem át a mögé, ki lehet ott, hogy itt a püspöki utód. És akkor ő mondja, hogy hát olvastam, nem, püspök, hát ilyen nem gondolhatja komolyan. Eszem ágába se lett volna ilyen. Na, ez a buta vicc volt, ami ezt előhozta, de soha életemben, hála legyen a jó Istennek. Ilyen ambícióim nem voltak. Még amikor a püspök úr egyszer megszégyenített, mint a Herodes az Úr Jézus, mikor pirosba öltöztette, és püspök úr engem is kinevezett kanonoknak. A kanonok, ezek az öreg trotty bácsik, akik a papíron a püspök úr tanácsadói. Igen. És hát azok vesznek fel ilyen vörös, vagy lila válmelegítőt, még haskötőt, meg ilyen. És... Van neked is, Ferenc atya? Gyerekek megvették, azóta is fenyegetem őket, de nem, írtam a levelet a püspök úrnak, hogy nagyon köszönöm, tudom, hogy értékeli a nem létező érdemeimet, de inkább ne. Hát aztán a püspök úr úgy tett, mintha nem olvasta volna a levelet, azóta is, ha jön a boríték, mindig rajta van, hogy Bindes Ferenc olvasó kanonok, tehát ilyen is van. Igen. Ugye van éneklő kanonok, amikor már valaki énekelni nem tud, kinevezik éneklő kanonoknak. Amikor már van vaksi, hogy olvasni se tud, ez vagyok most én, olvasó kanon. Szóval nem volt ilyen ambíció. Ferenc atya, az előbb mondtad, hogy nagy békeharcos volt, itt említetted a pataki püspök úr kapcsán. Maha a gyerekeknek, a fiamnak, aki hát 20-valahány éves, azt a szót mondom, hogy bajuszos püspök, el kell magyarázni. Ez volt az az időszak. Ki volt ez a bajuszos püspök? Minden püspökségre beültetett az HBO, hát az államvédelem, egy civil embert. Ott a püspöknek az irodájában a legelegánsabb helyen ült, az ajtó mellett mindjárt bárki jött a püspök úrhoz, bármilyen ügyben először ott kellett. Most azért mondtuk bajuszos püspöknek, mert civil ember volt, rendszerint bajusza is volt. És hát ugye a papok általában nem ilyen bajuszosok, hát így aztán gúny nevük ez lett, hogy bajuszos püspök. Annyit tudok még erről az elsőről, Dömötörnek hívták. Az első
Akkor a püspök úrnak a titkára a Hetényi János atya volt, aki ugye soproni, igen, és majdnem mindenki ismeri. Ő volt a titkár. És ő mesélte nekem ezt, hogy mikor először a bajszos püspök belépett az irodába, mondta a nevét, ez és ez vagyok, a Magyar Népköztársaságot képviselem itt, benyúlt a nadrág zsebébe, és kitette egy revolvert. Mindenki meg volt rögtön, mi lesz itt, közel a harc vagy. Kitette a revolvert. Nyilván bunkó volt, mert hát ilyen marhaságot nem szabad csinálni, de ő ezzel gondolom azt akarta jelezni a maga módján, hogy azért a hatalom itt van. Itt csak irka-firkáljatok meg, imádkozzatok, a hatalom itt van. Na, a bajszos püspökök bontották fel a postát. Tehát elment a tudom, valamelyik fiatal papa postára, elhozta a püspökség postáját, mint egy köteget. Odaért, iroda, le kellett tenni a bajszos püspök elé, a bajszos püspök szépen végig forgatta, végig is olvasta, ami érdekelte, és utána, ha olyan volt, nem is engedte bevinni a püspökhöz. Tehát akkora hatalom volt ő, beleszólt minden intézkedésbe. Tehát ha a püspök úr XY papot valamilyen okból áthelyezte volna egy másik helyre, vagy egy olyas valakit, aki az állam szemében nagyon kedves volt, az addig egy kis faluba volt, akkor a bajszos püspök azt mondta, nem kérem szépen, ezt az urat Csornai fő plébánosnak kell kinevezni. És a püspök úr hiába mondta azt, hogy kérem, ez az ember ilyen meg ilyen, nem való ez városa, még falun is alig állja meg helyét. Oda kellett tenni. Na, ők voltak ezek a csudapolgok, ezek a bajszos püspökök. Ezzel át is eveztünk egy olyan témára, amiről egy picit beszélgessünk, a békepapságról. Sokat, hogy is mondjam, nincs ez még feltárva. Hogy vagy te ezzel, Ferenc atya? Ugye azokat neveztük békepapoknak, akik valamilyen okból vállalták azt, hogy az állam papságot megosztó törekvésében közreműködnek. Három félét ismertem én a békepapok közül. A legrendesebbek azok voltak, akik csak azért vállalkoztak erre, havonta tartottak nekik békegyűléseket, fölolvasták a Népszabadság cikkeit, nem tudom, miket. Már bocsánat, hogy közben lehetett ezt tudni? Tehát ezt tudtad, hogy ki békepap és ki bénk? Hát úgy nagyjából. Nagyjából. Azért egyébként papi névnapon, amikor összejöttünk mondjuk 20-30-an, akkor ha megjött, akiről tudtuk, hogy békepap, akkor azonnal témát váltott mindenki. Mert hát az ők voltak a besugók. Na most, de mondom, tehát, hogy három a normálisabb rétege az volt, aki valamilyen emberileg érthető okból vállalta ezt. Szégyelték, sajnálták, utólag elsőként vallották be, de volt ilyen. Másképp nem adtak neki hitoktatási engedélyt. Kipécézték, hogy ez jó kis békepapunk lesz. Egyszerűen megmondták a hitoktatási engedélyt, és addig nem kapta meg, míg el nem ment békegyűlése, meg nyilván nem tartották. Vagy restaurálni akarta a templom tetőt. Akkor nem úgy volt, mint csak pénz kellett hozzá, hanem csak úgy tudott cserepet szerezni, meg a lefolyó csatornához megfelelő anyagot szerezni, hogyha odaszóltak a illetékes helyre, hogy ennek az úrnak most még nem szabad kiadni, még akkor se ott van a pénze, akkor se lehet anyagot adni. Meg is mondták neki nyíltan, nézze, maga akkor fogja a templomát, ha összedül a nyakába, akkor is, ha eljön békegyűlésre. Ezek voltak a legrendesebb emberek. A középső réteg az volt, azért köztünk is vannak mamloszok, papatyák között is, aki olyan mafla volt, hogy elhitte a sódert, hogy az egyházat meg kell menteni, ugye. Ez volt a jelszavuk. Mi mentjük meg az egyházat, mert a Mindszenti tönkretette volna, püspökeink nem akarják elfogadni a népi demokrácia parancsai, majd mi megmentjük az egyházat. Hiába mondta nekik a püspök, vagy amíg a Mindszenti beszélhetett, nem, az egyházat nem kell megmenteni. Az egyház fönnmaradása a világ végéig biztosítva van, a legfőbb fórumon. Tehát az egyházat nem kell megmenteni. De ők, majd ők megmentik az egyházat. Na, ez a mamlasz réteg volt. Ők egy kis jószándékú nokedlik voltak. Nem lehetett őket komolyan venni. Sajnos volt egy sötét
harmadik réteg is, akik valamilyen disznóságot akartak elleplezni az életükből, anyagi, erkölcsi, nem tudom milyen botlásaik voltak, hogy vagy pedig törtettek. Na ők voltak azok, hogy mint püspök akart lenni. Ha mint püspök lett volna, több lett volna a püspök, mint a pap. Úgyhogy na, ők ezért vállalták. És ezekből lettek sajnos a nagy besúgók, és sok gyalázatot hoztak az egyház megyére is. El sem merem mondani. Egyszer Győrött voltunk még szemináriumban, és este volt, késő este, talán színházban voltunk, mentünk haza, és akkor a városházáról jött ki három közismert békepap. Úgy be voltak rúgva, mint a szamár. És így, papi igen. Gallérban, hát oda pisítak a Baross út közepére. Szóval valami vérfagyasztó dolog volt ez. De ő nekik még ezt is lehetett. Ez más, ha ilyen csinál más pap, hát a püspök úgy billenti fenéken, hogy zúgva száll, de nekik ezt is lehetett. Ferenc atya, lehet, hogy itt hát személyiségű volt, nem sértek talán, de van, akinek hosszú az emlékezete. Azért mondom azt, hogy necces, amit kérdezek, igen. Hogy te is így kerültél ide, hogy helyeztek ide téged? Tehát a te váltásod is ehhez a témához kapcsolódik, ugye? Igen, hát ez már 90, 91, tehát már a rendszerváltás, de a püspök úr is akkor került ide a Győri Egyház megyébe. És ahogy említettem már, én konferáltam az ő beiktatását a Székesegyházban, és a püspök úr ezért nagyon hálás volt, és másnap átjött a szemináriumba, ahol tanárkodtam, és kérdezte, hogy mivel jutalmazzam meg ezért, hogy ott ezt megcsináltam. Mondom, püspök, vigyék innen, akárhová, én becsületes falusi pap szeretnék lenni. Azt mondom, püspök, rendben van, egy-két napon belül megkapod a helyedet. Két nap múlva személyesen jött át, és azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy azzal kezdi a püspöki működését, hogy a városi helyekről a békepapokat kirakja vidékre, kis falvakban. És azt mondja, Sopronnal meg Tatamágyánval kezdi. És akkor felsorolta, hogy Sopronban melyik plébániáról fogja most rögtön elhelyezni az illető atyát, meg Tatabányáról is. És azt kérdez, hogy melyik helyre mennék szívesen. Hát mondtam, ha már ilyen csuda jó dolgom van, még választhatok is, akkor Sopront választom. Itt voltam diák, itt vannak az ismerőseim, rokonaim, közel van egy kő. Szóval Sopron. És hát így pottyantam én a Szent Györgybe, azóta is bánják talán, hogy ide jöttem, de szóval 17 évvel ezelőtt így kerültem én a Szent György plébániára. Hogy igazából a püspök úrnak ez a takarító lendülete az elején még nagyon tartott. Hogy hívod egyébként a püspöket? Mindig kíváncsi voltak, hogy így beszélgettek négy szem között. Azt mondod neki, hogy Lajos vagy? Nem. Tegezitek egymást? Igen, tegeződünk. Azért, mert amíg ő Veszprémben volt plébános, engem többször meghívott a hitoktatóinak előadást tartani. A hitankönyveket írtam, és ezeket kellett ismertetni a hitoktatókkal. És többször meghívott. Tehát én együtt vacsoráztunk az előadás után. Tehát már akkor természetes volt, én egy pár évvel idősebb vagyok, mint ő. És amikor idejött, átjött a szemináriumba, ahol az előjáróság ugye hivatalosan fogadta, és akkor bejött, hát ugye ott voltak ezek a haskötős papok is, és le volt döbbenve, én is le voltam döbbenve, belép az ajtón a püspök úr, elsőnek odaszaladt hozzám, és szervusz Feri. Most pillanatnyilag az van, hogy amikor beszélgetünk, én akkor is püspök úrnak szólítom, de tegeződünk. Tehát most nem régen, mikor itt járt nálam, akkor is minden megszólításon tegezem, de püspök úrnak mondom. Az valahogy meredek lenne nekem azt mondani, hogy ide figyelj, Lajos. Sok-sok évvel ezelőtt egyszer itt járt Sopronban, és egy ilyen beszélgetést csináltam a Várszegi Asztrikkal. És tőle is megkérdeztem, megmondom őszintén, nem adott rá olyan választ, de én még egyszer nem kérdeztem rá. Tehát úgy gondoltam, hogy ő azért adott olyan választ, amilyet adott, mert
Hát ezt gondolta válasznak. Megkérdezem tőled is, én nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre. Mi a véleményed a hídgyülekezetéről? Mi a véleményed a szientológiáról? Egyáltalán mi a véleményed azokról az egyházakról, szabad ezt egyáltalán egyháznak nevezni, amik ma fiatalok tömegét mozgatja meg? Akkor menjünk sorba, jó? Ja. Tehát hídgyüli. Igen, szeretem őket. És egy csomó templomba járó felnőtt, még fiatalt is, legszívesebben elküldenék hozzájuk megtérni. Még ehhez fantasztikusan karizmájuk van, képességük van arra, hogy embereket úgy rádöbbentsék arra, hogy ha én így folytatom az életemet, akkor ennek nem lesz jó vége. Hogy én valamit elhibáztam. És rádöbbenni arra, hogy igazában egy kiút van, egy megoldás, Jézus Krisztus. És a hitesek ezt a rádöbbentő, hogy mondjam, melbevágó élményt tudják kínálni. És sok templomba járó katolikus, nem hívő, vallásos embernek ez kellene. Mert van egy olyan hagyományos, otthonról hozott, vallásoskodó, egy csomó imát, meg szokást, úgy megszokásszerűen folytató emberünk, akik soha nem élték át az, hogy megtérni. Hogy én most a rossz útról visszafordulok, és elindulok egy új úton. És ezt Jézus kereszti alatt döntöm el. Most a hitesek ebben profik. Addig érzik jól magukat, ha jönnek új emberek, akik mi nem tértek meg, akkor nekiesnek, és akkor aztán zúg az ének, zenekaruk, és elkapják, hogy pajtás, most aztán, most vagy sor, térj meg. Na, ez, ha megtörténik, az illető számára egy katartikus, egy tisztulási élmény. Igen ám, rettenetes nagy a lemorzsolódásuk. Miért? Mert nincs utógondozás. Nincsenek szentségeik. Nincsenek olyan normális élethez szabott hit gyakorlataik, amik minket, ha egyszer már megtértünk, tehát ha egyszer eljutottunk erre a megfordulás élményre, minket megtartanak. És ebben csodálatos a katolikus egyház, a keresztény egyházak jó része is, de a katolikus egyház ezt valóban profi szinten csinálja, hogy fölkínálja nekünk a szentségekben, meg a szentelményekben, meg a vallásos népszokásokban azokat az eszközöket, amik megtartanak minket a hétköznapok menetében is. Tehát a hitesekkel addig nagyon jóba vagyok, ami megtérítik az embereket, aztán jobb, ha elengedik őket. Volt idő, ott az 91-93 táján, amikor a hitesek eljártak hozzám, a lakásomra. Körülbelül egy olyan 5-en, 6-an, 8-an. Hallhatták azt, hogy nekem azért van önálló véleményem róluk, de ez nem az, hogy ez mind hülye. Hanem az volt a véleményem, hogy ők a keresztény egyházaknak egy egészen különleges ága, egyház. Egyház még akkor is, ami azt mondjuk szekta, hogy a szekta az, ami leszakad a között, tehát letör, szek ára, hogy letörni. Uh-huh. Szekta, az törzsről letörik a cseresznye ág. És hát az olyan is, már rajta cseresznye. Szóval jártak hozzám vasárnap délutánonként, azóta is sokat gondolkodom azon, hogy a csodában van az. Talán hallottátok, hogy a vasutasok egy vonatot hites vonatnak neveznek. A Szombathely-Sopron közti vonatot vasárnap délben indul Szombathely körül, és ide ér úgy egy óra, két óra körül. Háromkor van azt hiszem az istentisztelet kezdete a hiteseknél. Azon gondolkodom, hogy egy házas falu, új kér, nemes kér, végig lehetne ezen a vonalon menni. Mind szín katolikus községek. És mindegyik állomáson 8-10, hanem több ember ott áll a kis szatyrával, meg a bibliájával, várja a vonatot, és bebumlizik Sopronba, itt kibattyog ide az elágazáshoz, ahol van a hitesházuk,
Ott részt vesz az Isten tiszteleten, ami legalább 2 óra, de inkább 3, ilyen hosszú, és utána visszabatjuk az állomásra, hazabumblizik, otthon meg a harmadik szomszédjában ott van a saját temploma. És mit szólnak ez a te kollégáid, plébános hát barátaid? Ezt én egyszerűen ilyen papi gyűlésen elmondtam így, mit csinálunk rosszul? Mert ennek az embernek igénye van, hát nem létezik, hogy csak szórakozni jár be ide. Ez valamit keres. Amit otthon nem kap, meg a saját templomában. Hát az atyák eléggé úgy zavarba jöttek, és elintézték azzal, hogy hát mind fél bolond. Ami azért elég sportszerűtlen megjegyzés, hogy az biztos, hogy sok sebzett lelkű és sérült lelkületű ember van köztük, köztünk is, legyünk őszinték, de ott tényleg sok sérült lelkű ember van, akiknek kell is az a hújogatós, lengetős, meg hanyattesős, meg nem tudom milyen istentisztelet. Szóval hitesek, szerintem most a Németh Sándor tartja az egész csapatot életben. Nem véletlen az, talán többen ő katolikus pap, azt mondta Várszegi Asztrik, hogy neki volt évfolyamtársa. Kispap volt a központi szemináriumban, és valami zavaros ügye miatt kidobták. Tehát elzavarták a központiból, és ő igazából sértődöttségében alapította meg a híd gyülekezetét, ahol majd ő megmutatja, hogy... Tehát ez egy speciálisan magyar dolog? Ez nincs Ausztriában, igen. Németországban? Szerintem nincs. Ez egészen speciális magyar dolog. Maga az alaptétel igazából a pünkösdista egyházaknak a alapgondolata, hogy megtérés, Szentlélekkel való betöltetés, ahogy ők így mondják, Szentlélekkel való találkozás, és utána folyamatosan mindig, ők így mondják, hogy a misszió, tehát hogy mindig új megtérőket kell keresni, mert különben unalmas az egész. Szientológia nem nagyon ismerem. Hát amit hallottam, meg tudok róla, azt hiszem inkább egy jó, remek üzleti vállalkozás. Ugye igazolja azt, amit szoktak mondani, hogy Amerikában kétféle módon lehet gyorsan meggazdagodni, vagy találj, vagy keress egy olajkutat, vagy pedig alapíts egy vallást. És hát nem véletlenül több száz vallás van az USA-ban is, sajnos már megy lefelé is, már Mexikó, Dél-Amerika felé is. A szientológia, ez egy remek üzleti vállalkozás. Nagyon dörzsölt rókák vannak ott. Tanulhatnánk tőlük pénzkezelést. Ferenc, hogyha nehogy valamiféle átkötésnek vedd, amit most tőled kérdezek, de a szombati aranymiséden is mondtad, hogy hány ima közösség van a Szent György templomban? Hát 7 féle lelkiségi irányzat, csoport van, 27 közösséget tudok, ismerek. Bennük él a belváros igazában, hát inkább így mondom, a Szent György templom azért telik meg vasárnap 2-szer, mert ezek a közösségeknek a találkozó helye. Tehát a Szent György plébánia a közösségek közössége. Tehát sok kis közösség, és az a 7:30-as az ezért van úgy, hogy mikor vége van a misének, úgy kell kisöprűzni a népet a templomból, mert megy a tracsparti. Hát a közösségek, ott megy a nagy beszélgetés, pláne télen, amikor hát ezt nem lehet az utcán folytatni, akkor nem is baj. Engem egy öreg bácsika szólított meg, ott éppen a fiatalok között bókláztam, ott a kórus alatt elkapja kabátomat, hogy mondja meg nekem, milyen templom. Mondom, katolikus templom. Nem. Nézze meg, mi megy itt, azt mondja, ez egy vásár. Jó néhányat eskedtem, akik ott ismerkedtek össze. A kérdésem oda irányult, hogy megkérdezzem tőled, hogy milyen volt a kapcsolatod Bolányi atyával. Ugye ő egy piarista szerzetes, és tudom, hogy személyes kapcsolatod van, és a Szent György templomban is nagyon komoly a bokorbázis közösség munkája. Így van. Hogy egyáltalán van T8-as mise, az is a bokornak köszönhető, a Soproni bokornak köszönhető. Korábbról is ismertem őket, és mikor ide érkeztem, ők jöttek, hogy kéne egy ifjúsági mise. Hát a gyerekek, pedig akkor heten voltunk még papok a Szent Györgyben, gyerekek, minden időpont foglalt.
Reggel, tudom, 8-kor van a háziasszonyok miséje, 9-kor az orsait a diákok miséje, 10-kor volt ugye a férfiak, Szabos misé. Az a T12-es volt. Ez a T12. Ó, kis kalap, nagy kalap, T12. Az volt, az a T12-es mise volt. Aztán volt délután 5-kor is mise. És mondják, hogy hát van este 7-8-kor, akik már mindenről lekéstek, hát még találtak egy nyitott templomot, 8-10 szoktak lenni. Gyerek, ja, mondom, hát de az már rendes ember, falusi vagyok, rendes ember, akkor ma alszik. Mondták, hogy nem, városon nincs sötét, tehát itt nyugodtan lehet. És ez a 7-8-es, ez neki kippen jó lesz. És ők majd megszervezik. És tényleg ledöbbentem, akkor még a Domonkos templomban, a Domonkos asztalnál étkeztem minden ebédnél, és ahogy jövök ebéd után haza, vissza, akkor meg a Fegyvertár utcában volt a plébánia, papír fesznik itt, ott, tele volt dobálva a Széchenyi tér, a járda, mindenütt, vasárnap 7:30-kor gitáros mise a Szent György templomban. Csak néztem, és tényleg harmadik, negyedik alkalommal már tele voltak a padok, és azóta megszakítás nélkül, tényleg ez a 17 év alatt egyetlen egyszer se hagytam el. A kórházban voltam, akkor csinálta valamelyik más kolléga, de egyetlen egyszer sem maradt el. Egyszer megmozdult bennem a lusta ember, és elhatároztam, hogy hát 7:30, tegyük 6-ra, vagy 6:30-ra, hát mégis korán. Nem vált be. Különben se szabad, egy alapszabály papoknál nem szabad időpontokat váltogatni. Ha változtatjuk, az meg is zavarja az embereket, meg az komolytannál teszi. Az, hogy a 7:30-as, az 7:30-as. Kész, végez. Uh-huh. Tehát... Tehát és a bokornak köszönjük. Igen. Tehát Bolányi György. Így, bizony. A Gyurka bácsit én már korábbról ismertem. Így is nevezem, bele is jóba vagyok, tegeződünk. Egy kiváló ember. Először azt hittem, hogy annyira eredeti új gondolata is vannak, hogy csodálkoztam, hogy nem európai vagy világméretű teológusnak tartják számon. Most már tudom, hogy arról van szó, hogy amiket ő számomra vadonatú dolgokat mondott, a teológián belül, egyháztamból, egyháztörténelmből, vadonatú volt. A szemináriumban erről nem szabadott beszélni. És mikor eljutottam a Bulányi Gyurkához először, az ő beszélgetéseiből, meg előadásából egy új világ tárult elém. És most már tudom, hogy honnan szedte. Van nyugaton néhány ilyen nagyon idézőjelben haladó vallási folyóirat, a legismertebb a Publik. Van egy újságjuk, havi újságjuk a bokrosoknak, ez a cím, hogy érted vagyok. Megkapom minden hónapban, és meghökkenve látom, hogy a cikkek 80%-a Publikból van fordítva. És a Gyurka bácsi is, azok a vadonatúj dolgok, amik számomra hát csillagászati újdonság voltak, azok is nyilván ezekből a folyóiratokból voltak. Gyurka bácsi nyelvzseni. Talán minden komolyabb európai nyelven beszél. A fordítóirodában dolgozott, amikor nem engedték paposkodni, és ebből vigan meg is élt, mert minden, majdnem minden nyelvű tudott. Na, onnan fordított ezeket az eredeti dolgokat, ötleteket, ami nekem nagyon sokat jelentett. Mikor aztán már úgy nyiladozott a csipám, és úgy kezdtem tényleg önállóban gondolkodni, akkor éreztem, az jó Isten megőrizte a katolikus orromat, nem csak, hogy jó nagy, hanem úgy, hogy azért ráérzek arra, hogy ez valami ez katolikus, tehát hithű dolog, vagy nem. Hogy legalábbis valamit bűzlik. Mikor Gyurka bácsinál is, mikor már pár év után, havonta mentünk, én Győrből is, Rába Tamásiból is, egy kollégával, Soproni volt káplánnal, aki azóta kilépett. Autóval mentünk mindig a Gyurka bácsi lakásán volt a találkozó. Mondom, egyre inkább olyan, szóval szimat. Ezt éreztem, hogy jó, okos, eredeti dolgok, de aztán nem. Na, végül is Gyurka bácsival ma is tartom a kapcsolatot, ha itt vagy a közelben ő közösségeit meglátogatja, misézik, nálam
szállt meg az egyik írását az én vendégszobámba írta, úgyhogy folyamatosan benne ültem mellette, és együtt vitattuk meg a dolgokat. Bár minden papunk olyan lenne, mint a Gyurka bácsi. Ezt nyugodtan merem mondani. Ferenc atya, egy személyes kérdéssel hozakodnék elő. Talán nem sértődsz meg. Az egész habitusod, az egész személyiséged olyan szeretetre méltó, mondjuk úgy atyai, van akinek nagyatyai, hogy fel kell tennem a kérdést, soha nem érezted a hiányát annak, hogy nincs családod, közvetlen családod, nincs feleséged, gyereked. Hogy állsz ezzel a kérdéssel? Hát feleségem, gyerekem nincsen. Akkor éreztem a magánynak a szorítását, amikor három községet láttam el, mondjuk egy karácsony este. Elindultam a kis Trabantommal az első községbe, este hétre. A gyerekek ott futkostak, karácsonyi játékra készültek, akkor öltöztetni kellett, meg levezényelni a karácsonyi játékot. Utána volt 8-kor a évféli mise, és utána hazazudultak az emberek, én meg bepakoltam a Trabant hátuljába, aztán irány a falun végig a következő községbe. Benéztem az ablakokon. Mindenhol karácsonyfa fénye, ott sokszor lehetett látni, hogy ott karácsonyfa körül nyüzsög a család. Azért úgy szívszorító volt. Tudom, hogy, vagy tudtam, hogy az ő szép karácsonyukhoz én nagyon sokat adok, meg adtam. Gyerekeknek is, felnőtteknek is. Következő faluban ugyanígy. Gyerekek, öltöztetés, ott már fölkölött ketteni a Szent Józsefet, mert mindig elaludt. És küldtem a gyerekeket, hogy verjék föl őket. Aztán karácsonyi játék, el kellett ottani az öreg pásztor szakállal, mindig meggyulladt. Ottani kellett. De ez meg volt karácsonyi játék, évfélim is, megint bepakolás, végig a falun, ugyanez a... Egyszerre volt öröm is, hogy hát ennek a sok családnak azért szebbé tettem a karácsonyát. És akkor mentem haza a harmadik, a saját falumba, ahol laktam. Ott már az ember, láttam a járdán mennek az emberek a templom felé, templom körül ott is nyüzsögtek a gyerekek, ugyanez a recept végig, három karácsonyi játékot levezényelni, és akkor ott volt legtöbb ember az évféli misén, a legnagyobb templom volt. Hát, mikor a harmadik misének is vége lett, és akkor be a kocsi hátuljába gyorsan, kocsit belöktem a garázsba, és fölmentem a lakásba, és nem mindig volt meleg, mert hülye voltam, és nem fűtöttem be rendesen. És abban a félhideg lakásban úgy egyedül lenni, azért az úgy szívszorító volt, de helyében viszont, hogy Isten mindig adott nekem annyi örömet, annyi jó barátot, és jó barát nőt is. Tehát mindig voltak olyanok, akik mellett nem éreztem azt, hogy a kutyának se köllök meg, hát minek ez az egész, nem. Nem hiányzott, így nem hiányzott a család. Annak nagyon örülök, hogy édesanyám nagyon korán meghalt, még mi diákkoromban. Édesapám viszont az első plébániámon is ott volt velem. Az egy csoda, nagy 5-6 év volt, esténk, akkor még nem volt tévé, és legalábbis nekem. És akkor megbacsoráztunk, és akkor papával beszélgettünk. Felnőttesen, és már van igazán, az csuda jó volt. Aztán, hát igazából nem mondhatnám azt, hogy... Hát te mondtad azt, hogy az első néger pápa, az első fekete pápa megszünteti ezt a rendszert, ugye? Tőled. Igen, meredeknek tűnik talán, de meggyőződésem. Ugye a missziós papoktól hallottam ezt, Afrikában a néger embernek az nem férfi, akinek nincs felesége. Szóval ők ezt nem tudják elképzelni. Vagy valami perverz dologra gondolnak, vagy azt mondják, hogy beteg. Ezért mondtam, de meggyőződésem is, hogy mihelyt egy néger pápa lesz, ti még megéritek, mihelyt egy néger pápa lesz, biztos, hogy fakultatívá teszi a... Mert végül is egyházi törvény, és akik tanultak történelmet, tudják, hogy hosszabb ideig volt fakultatív a celibátus, mint mióta nem. 1200-ig abszolút fakultatív. Az első pápa is nős volt.
tehát a Szent Péter. Ugye? Tehát biztos, hogy van ennek hatalmas nagy történelmi múltja a fakultatív, tehát nyilván azt szoktam mondani, hogy szeretném-e, ha nősülhetnének a papok. Mondtam, igen, csak kötelezővé ne tegyék. Nézed a focit? Szereted a focit? Nagyon. Játszottam. Voltam igazolt. Mi volt? Akkor járási harmadik vagy nem tudom, hányadik osztály volt. Kinek szurkolsz? Most? Igen. Honvédnak. Még van. Persze. Az én koromban, az én fiatal koromban a Puskásék voltak a menőmanok, és hát meg voltunk örülve értük, és én hűséges típus vagyok. Én azóta is, most szerencsétlen honvédot ütik, verik meg, próbálkoznak mindennek. Én honvédok. És az Európa bajnokság? A portugáloknak. Nem az olaszoknak? Nem. Az olaszoknak nagy színészek. Uh-huh. Sose szerettem, amikor valaki megjátsza a fejét. Uh-huh. Úgyhogy azok uh-huh. tudnak vonaglani, meg fetrengeni, a következő pillanat meg úgy fut, mint a nyúl. Uh-huh. Na, hát most egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, elsősorban azért, mert a szemembe sütnek ezek a reflektorok, igen. és egy meglepetéssel is készültünk az Európa-bajnokságtól, és azért vagyok nehéz helyzetben, nem látok jól, és én kaptam egy ígéretet, hogy itt van a polgármester úr is, és hozott neked egy ajándékot a polgármester úr. Itt van? Akkor igen? Nem látok. Jól. Azért volt ez a kérdés, mert 5 órakor egy rendkívüli közgyűlés kezdődött, és azt mondta, hogy ha tud, ide jön. Úgyhogy látom a hivatal vezetője, ő itt van, akkor ezek szerint nem tudom, Krisztián Brummer úr, hogy nem jött a polgármester úr. Nincs vége a közgyűlésnek. Hát akkor ez a meglepetés, ezt kutba. Kutba esett a rendkívüli közgyűlés miatt, ezt az ajándékot... El lehet árulni azért, mert luk lesz az oldalamon. Igen, egy olyan focilabdát vásárolt neked, amivel fotbaloznak Bécsben, illetve Svájcban. Egy euró focilabdát vett neked, és azt nem tudtuk elintézni, hogy a Cristiano Ronaldo dedikálja, de dedikálva lesz azért a... Jaj, nagyon szép. De hát ezt nagyon sajnálom, ezek szerint ő nagyon készült erre, az aranymiséden is ott volt az igen. első sorban. Örültem neki. Akkor befejezésként engedj meg egy még személyesebb kérdést. Elterjedt a városban, hogy Bindes atya nem biztos, hogy sokáig itt marad közöttünk. Személyesen tőled halljuk ezt a... Mi ebből az igazság? Van egy ilyen egyházi törvény, hogy aki beleérkezik a 75. évébe, annak kötelező beadni írásban a feje balójának a nyugdíjazási kérelmét. Ez még a bíborosoknak is kötelező, a püspöknek is kötelező, mindenki a maga fölöttesének, nekem is kötelező, meg is tettem. Püspök úr járt itt, finoman figyelmeztetett, hogy el ne feledkezzek róla, nem feledkeztem el is küldtem neki. Ez azt jelenti, hogy kérem a püspök urat, hogyha azt látja jónak, akkor helyezzen engem nyugállományba. Ez annyit jelent, hogy ettől kezdve nekem nem parancsol. Tehát, mert most még azt mondhatja, hogy ides fiam, akármilyen lökött, meg öreg vagy is, menj el, mit tudom én, nagyszentre plébánosnak. Engedelmességet fogadtam a papszenteléskor, azt kérdezte a püspök úr, hogy ígérsz-e engedelmességet nekem és utódaimnak. És én azt mondtam, hogy ígérek. És ezt komolyan is gondolom. Tehát ha most még mondhatja nekem a püspök úr, hogy ide vagy oda menjek, és akkor pakolok. Amint benyújtottam a nyugdíjazási kérelmet, a püspök úr dönti el, hogy elfogadja-e vagy sem. Most ebben a fázisban tartunk. Amennyiben tehát a püspök úr elfogadja, akkor föl is kínáltam mindjárt lehetőséget, hogy Győrött van egy papi otthonunk, kényelmes, szép, egyetlen hátránya van, hogy onnan csak leépülni lehet szellemileg. Hát kis öregek, nagyon szeretek sakkozni. És még arra gondoltam, hogy milyen jó lesz majd nyugdíjas koromban, egy ilyen papi otthonban, egy jó sakkbandát összeszedünk, és jó nagy partikat leverünk. Hát nem, láttam, ott volt a nagybátyám 90 év körül,
eszük ágába se volt csapkozni. Örültek, hogy az orrukat meg tudják törölni. Úgyhogy nem oda mennék. Van egy apáca kolostor, a nővér, aki itt velem van, a Marika nővér, ehhez a közösséghez tartozik, úgy hívják őket, hogy Egyházközségi Nővérek Társasága. Pilis Csabánban kolostoruk, és a kolostor mellé építve egy 70-80 fős egyetemista lánykollégium. Az is az övüké, nővéreké. Na most a nővérek ajánlották fel nekem, hogy ott a kolostor egyik sarkában kihasítanak egy kényelmes lakosztályt, egyet kérnek csak, hogy minden nap legyen szentmiséjük, mert az most nincs. Másfél kilométerre van a templom tőlük, öreg nanókát már alig tudnak oda vánszorogni, így viszont ott nem kell lépcsőznöm, úgyhogy ott egy szinten közel van a kápolna. Valószínűleg, ha a püspök úr elfogadja, akkor most az ősz elején oda megyek. Szép hely. Ferenc atya, azt hiszem, hogy tanárod, lehet, hogy osztályfőnököd is volt, Augustinovics. Guszti bácsi. Ő neki volt a mondása, hogy az első 40 perc a hallgatóké, és minden további perc az ördögé. Elszaladt ez az egy óra. Nagyon szépen köszönjük. Nem csak ezt. Hát, most a Brummer Krisztián, aki a polgármester iroda vezetője, mondja, hogy pár perc ma vége van a közgyűlésnek, de mivel ezt a televízió fölveszi, kénytelenek vagyunk ehhez alkalmazkodni az ő. Tehát akkor én arra kérem a operatőr kollégákat, hogy itt fejezzük be, még egy kicsit beszélgetünk, megvárjuk a polgármester urat. Köszönjük szépen ezt az itt töltött. De ez most olyan egyszerűen hangzik. Úgy készültem volna, amit a Robi felolvasott a 7:30-as misén, az olyan szép volt. Igen. Én is gondoltam, hogy valamit, de én azt hiszem, hogy ez a köszönöm ezért az elmúlt 18 évé, ami őszintén és szívből jön tőlem, és mindazoktól gondolom én, akik ismertek, szerettek téged, szeretnek téged, és ma is itt vannak. Köszönjük szépen mindesetre. Én is köszönöm a lehetőséget.